Aki befektetési céllal aranyat vásárol, legkésőbb a vásárlást követően el kell gondolkozzon azon, hogy hol és miként fogja az aranyát biztonságosan tárolni. Persze a legjobb még az aranytartalék beszerzése előtt átgondolni ezt a kérdést. Minden bizonnyal van nem is egy potenciális befektető, aki erre a kérdésre nem talál megnyugtató választ, és éppen ezért végül eláll a fizikai arany vagy ezüst vásárlási szándékától. Ennek az izgalmas témának most hirtelen különös aktualitása lett a világ másik végén, Venezuelában. Maradjon velem, már is kezdünk! Aranyat venni viszonylag könnyű, a tárolás kérdését megoldani azonban már annál nehezebb lehet. De nem csak a kisbefektetők szembesülnek a biztonságos tárolás problémájával. Világszerte a sok tonna aranyat felhalmozó nemzeti bankokat is foglalkoztatja ez a kérdés. Jobb hiány van, hogy egy külföldi értéktárat bíznak meg az arany őrzésével. A Magyar Nemzeti Bank az utóbbi évtizedekben például Londonban tartotta a nemzet kevéske aranyát, míg nem idén márciusban aztán a hazaszállításról rendelkezett. Most visszapillantva megállapítható, hogy jókor és még jó időben cselekedett a jegybank. Néhány hete Venezuelában is úgy döntöttek az illetékesek, hogy inkább saját ország határaikon belül tudnák a jelenleg Nagy-Britanniában a Bank of England értéktáraiban őrzött 14 tonna aranyukat. De már nem jártak olyan sikerrel, mint az MNB a maga 3,1 tonnájával. Az Egyesült Királyság központi bankja megtagadta, hogy Venezuela hozzájuthasson a Szigetországban tartott 14 tonna aranyához. Az indoklás szerint az intézmény felügyelő szervei attól tartanak, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök személyes céljaira használná fel az aranyat, ezért azt szeretnék, ha az ország vezetője tisztázná, miért szeretné azt visszaszállítatni Venezuelába. Nicolás Maduro 5 éve tölti be az elnöki tisztséget Venezuelában. Ez alatt a dél-amerikai ország gazdasága egyre mélyülő válság felé halad, sőt, talán már el is jutott a politikai káosz és a gazdasági válság legmélyebb bugyraiba. Venezuela gazdaságát lejtőre küldte a kőolaj világpiaci árának 2014 óta tartó mélyrepülése. Ez lemerítette a devizatartalékokat, így az élelmiszer importra szoruló országban akadozik az ellátás. A hiány a boltok előtt kigyózó sorokat, éhezést, majd a szupermarketek kifosztását hozta magával. Az egyre rémisztőbb állapotokhoz olyan hiperinfláció társul, amit mi magyarok is nagyon jól ismerünk. Becslések szerint a gazdasági csőd szélén álló Venezuelában az idei év végére akár 1 millió százalékos lehet az infláció. A teljesen elértéktelenedett helyi pénznemből, a venezuelai bolivárból talicskányival kell bevásárolni, indulnia annak, aki egy kiló paradicsomot, egy sütnivaló csirkét, egy kiló répát, vagy csupán egy tekercs WC-papírt szeretne vásárolni. Az aranyra a venezuelai kormányzat szerint tehát éppen az infláció megfékezése miatt lenne szükség az országban. A britek gondoskodó aggodalma, hogy a venezuelai népet óvni akarja az ország elnökétől, hogy az nehogy a saját zsebébe elsikkaszthassa a dél-amerikai ország aranytartalékát, akár még mosolyt is csalhatna az ember arcára, ha nem lenne olyan álságos. Akik hajlamosak hinni az összeesküvés elméletekben, már is úgy értelmezik a britek magatartását, mint a csalóét, aki tolvajt kiállt. A konspirációs elméletek pedig odáig érnek, hogy egyesek szerint a britekre bízott arany már rég nincs meg a londoni értéktárakban. Persze elvileg könnyen ellenőrizhető, hogy a letéti őrző eltulajdonította a rábízott nemesfémet. Ám a jegybankok az ilyen megkeresésekre rendre úgy reagálnak, hogy az aranytartalékok diszkrét jellege miatt az ezzel kapcsolatos kérdésekre sajnos nem áll módjukban válaszolni. Thank you.